Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket Kemenes András zongora estjén. Mindenek előtt arra kérem Önöket, hogy halkítsák le mobiltelefonjukat. Good evening, ladies and gentlemen. Warmly welcome in Bartók's house. Please, first of all, switch off your mobile phones. Yes. Egy évvel ezelőtt Kemenes András fantasztikusan érdekes műsort adott Carl Philipp Emanuel Bach műveiből. Most egy egészen más, de hasonlóan izgalmas és szokatlan programmal jelentkezik, amikor is John Cage darabját párosítja Bartók zongora szonátájával. I learned that some members of the audience don't understand Hungarian, that's why let me tell a few words about English as well. So the program of today's concert is very fascinating and unusual because the pianist András Kemenes makes a pair of John Cage cheap imitations and Bartók sonata for piano. It's a strange mixture and not a very long program. John Cage kompozíciója a véletlent hívja segítségül. A mű szerkezete teljes egészében megtartja Erik Satie Szókrát című művének a ritmikáját, a hangok viszont teljesen mások. Erre a furcsa eljárásra azért volt szükség, amellett, hogy a véletlennel való játék ekkor már Cage kedvelt foglalatosságai közé tartozott, mert Cage nagyon jó barátja és partnere, Merce Cunningham, készített egy koreográfiát Erik Satie Szókrát című darabjának zenéjére, Cage zongora változatában, de a jogörökös, Satie jogörököse nem járult hozzá, hogy ehhez a baletthez vagy koreográfiához ezt a zenét végül is felhasználják. Már kész volt a koreográfia, de hát nem volt zene, és Cage azt a megoldást választotta, hogy tehát a ritmikai struktúrát megtartva egy új művet hoz létre, az új hangokat ehhez a ritmikai struktúrához viszont a véletlen eljárásával hozta létre. Akkor már régen foglalkozott az ősi 9. századi kínai Jós könyv, az I Ching, vagy Yi Ching, vagy a változás könyve néven ismert Jós könyvvel, és ezek alapján a jóslások, kockadobás, vagy pálcika dobás alapján kialakult számok alapján határozta meg az egyes hangértékeket, tehát teljesen véletlenszerű a hangmagasságok sora, ami ebbe a darabba kialakul. Így viszont, mivel a metrika és a ritmus változatlan maradt, a zene használhatóvá vált Merce Cunningham már kész koreográfiája számára. John Cage's composition is a so-called indeterminate piece. But what does indeterminate means in this context? There's an interesting story behind the genesis of this work, because Merce Cunningham, a very good friend and partner of John Cage, made a choreography, a dance show, which was based upon Erik Satie's Sokrat, a piano arrangement made by John Cage. But it happened that the owner of the copyrights didn't give the permission to use Erik Satie's music. So there was an almost ready choreography without music, and Cage had to find something very similar. That's why Cage simply took the basic structure of the Satie composition, the rhythmic structure, I mean, and adding it to a casual sequence of notes. He found these new notes with the help of an ancient Chinese divination book, the Yi Ching or Yi Ching, Book of Changes. Yeah, that is the English title. So it's really indeterminate. The pitches are just by chance, but it fit well to the choreography made by Merce Cunningham. A műsor második számát, Bartók szólószonátáját alig ha kell bemutatni a közönség előtt. Ez egy 1926-os darab, Bartók
nagy zongorás évének az egyik emblematikus darabja, amely stílusváltást is hozott, és a zongorajáték technikájának egy újfajta megközelítését, amelyet hát kicsit leegyszerűsítve úgy jellemezhetünk, hogy az ütőhangszerek vagy az ütőhangszeres effektusok bekerülése a zongora technikába. Ugyanakkor természetesen van a másik oldala is ennek a kompozíciónak, a népzene inspirációja, amely azonban a szonátában nem konkrét népdal feldolgozás vagy népdal idézet formájában jelenik meg, hanem mindaz, amit népiesnek hallunk, ez Bartók saját leleménye. Különösen érdekes ilyen szempontból a finálé, ahol ugyanannak a imaginárius, vagy képzeletbeli, vagy Bartók által írt népdalnak a különböző népi hangszeres változatait hozza egymás után, ahogy ezt Somfai László egy nagyon szép tanulmányában megfejtette számunkra. Bartók's sonata for piano is much better known, at least for us Hungarians, than Cage's piece. It was written in 1926, a year which was very important for Bartók because it signs a stylistic change and a change also in the attitude of towards piano music. This new piano writing was characterized by incorporating some elements taken from the percussion instruments. And this year was very prolific in Bartók's life in terms of composing piano pieces. But not only his new style is fascinating, but you can also recognize the strong influence of folk music in this sonata. Nevertheless, the composition doesn't contain any real, genuine folk music citation, given that all folkish melodies are Bartók's own invention. A koncerten, amely rövid lesz, a Cage mű kb. 36 perces, a Bartók mű 12-13 perces, nem tartunk szünetet. There will be no intermission between the two compositions because the duration of the Cage piece is some 36 minutes and the Bartók piece is 12 minutes only. És utoljára csak az maradt, hogy szép estét kívánjak. Have a nice evening.
Thank you.
Thank you.